Kedves testvéreim, tegnapi szentírási szakaszokban ugye még Péter apostol Kornélius házában beszél egy pogánynak, és a pogányoknak csak így tud érvelni, hogy vele együtt ittunk és ettünk, tehát valóban feltámadt. A mostani cselekedetek részből nem pogányok előtt beszél Péter, hanem az első pünkösdi beszédéből egy kiragadott részlet. A zsidók fele már nem úgy érvel, hogy vele együtt ettünk és ittunk, hanem két részből érvel. Egyrészt utal azokra a tettekre, amit úgy is tudtok. Jézus mit tett, hogyan volt közöttünk. De nem elég, hogy hivatkozik az élő Jézusra, akit sokan ismertek a hallgatóság közül. Tudjuk, hogy a diaspóra vidékéről jöttek össze a pünkösdi ünnepekre a jeruzsálemi templomba. Nem erre utalom most már, hanem elkezd az Ószövetségre hivatkozni. A názáreti Jézust Isten igazolta előttetek, amikor, mint tudjátok, általa hatalmas csodákat és jeleket vitt végbe köztetek. Ezt az embert ti Isten előtt elhatározott terve szerint kiszolgáltottátok, és a gonoszok keze által keresztre feszítettétek, megöltétek. Ugye szép ez a mondat. Ugye a főpapok, írástudók, a főtanács, ugye azon mesterkedik, hogy megölje. Ők határozták el. De nem is tudják, hogy csak Isten eszközei voltak. Isten előre elhatározott terve szerint cselekedtek. Sokszor látunk gonosz tetteket körülöttünk is, és észrevenni, hogy Isten ott van a világ mögött ma is. Amit történik körülöttünk, amit nem értünk, vegyük észre mögötte Isten előre tervezett eszközei ők. Arra, hogy tisztuljunk, hogy jobbak legyünk mi magunk. És akkor azt is elmondja, hogy Isten előre elhatározott terve nem csak az volt, hogy keresztre menjen Jézus, hanem az is, hogy feltámadt. És itt hozza be Péter apostol az ószövetségi szentírási helyet, a Zsoltáros szavát idézi: szemem előtt az Úr mindenkoron, ő áll jobbomon, meg nem inoghatok, örvend a szívem, az ajkam énekel, és testem is békében nyugszik el. Lelkemet a holtak honába nem hagyod, hogy szented romlást lásson nem akarod. Az élet útját mutatod meg nekem. Színed előtt örülni gyönyörűségem. Tehát amikor zsidóknak magyarázza Péter, hogy Jézus, akit Isten tervet követve megöltétek, az feltámadt, és ez egészen természetes, mert már a Zsoltáros is erről ír, hogy nem ingok meg, békében alszom el, lelkem a holtak honába nem hagyod, hogy szented romlást lásson nem akarod. Ezzel érvel Péter az akkori hallgatóságnak, hogy Jézus feltámadása nem kieszelt mese, nem emberi okoskodás, vagy ellopták a holttestet, mint ahogy először Mária Magdolna is gondolta,
hanem reális valóság, hisz már az Ószövetség is beszél Dávid fiáról, aki majd békében nyugszik el, mert tudja, nem hagyod lelkemet az alvilágban. Így prédikál most Péter tanúként Jézus feltámadásáról. Amikor tegnap látta a lepleket bent a sírban, látott és hitt Jánossal együtt. Tegnap még pogány ember előtt tett tanúságot erről a hitéről. Most már a véreinek pünkösd napján, a pünkösdi beszédben.